Pápai Krisztián egy éve készül a Zsutipe Egyesület színeiben, napi 2 órát edz. A rengeteg munkának a közelmúltban rendezett ökölvívó ifjúsági magyar bajnokságra éred be a gyümölcse. Teljesen jó volt a hangulat, bejutottam az elődöntőbe, így ezáltal lettem 3. helyezett ifjúsági magyar bajnokságon. Az elődöntőben sajnos kikaptam, egy erősebb, rutinosabb ellenfélt kaptam, ő egy válogatott volt, de sokat tanultam ebből, és még többet edzek. Kis Varga István is egy évvel ezelőtt került az Egyesülethez, sérülése miatt azonban 1 hónapja volt arra, hogy felkészüljön a magyar bajnokságra. Krisztiánhoz hasonlóan ő is napi 2 órát edzett. Ez életem első boxmeccse volt, mert ezen kívül több más ilyen küzdősportot kipróbáltam, de az ökölvívás ezt fogott meg a legjobban. Egy éve boxolok itt a Zsutipénél, és hát sajnos kikaptam, de megosztott pontozásra, és hát én jól éreztem magam, élveztem az egész versenyt is, jó volt a szállás is, a verseny is elég színvonalas volt. A Zsutipe Roma Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület 1996-ban alakult hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok felkarolására. Az elmúlt 25 évben több mint 500 fiatal ökölvívót neveltek ki. Elértünk a fiam, a másik fiam által 2-szeres serdülő magyar bajnok, válogatott volt, és ennek ellenére nem volt támogatottságunk. Most úgy néz ki, 25 év után, és illetve amit a Zsolt elvégzett, illetve a másik fiam is beszállt, is besegít, elértük azt az eredményünk által, amit említett Diák Olimpián, hogy figyelembe kell vegyenek minket, és számolni kell velünk, és ezt meg szeretnénk hálálni azzal, hogy tényleg kihozzuk a gyerekekből a maximumot. A 2004-es újrakezdés óta egy újabb nemzedék bontogatja szárnyait. Edzőjük Dunai Arnold Zsolt rendkívül büszke tanítványaira. Most az aktuális versenyen 2 versenyzőnk indult ifjúsági korcsoportban. Nagyon erős volt a mezőny, azt tudni kell, ők egy kezdő ökölvívóknak nevezhetjük őket, de nagyon szorgalmasak, és például a Krisztiánunk 25 kilót fogyott le ez alatt a 10 hónap alatt, körülbelül egy év alatt. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá erre az eredményre, amit elértek. A Zsutipe SE 4 versenyzője gőzerővel készül a serdülő és junior magyar bajnokságra, hiszen további jó szereplés esetén újra lehetnek válogatott sportolói a feltörekvő egyesületnek.